Csak néhány napja térhettek vissza a gyerekek a barátaik közé az óvodákba, de már előkerültek a kis locsolók, ások és a palánták, ugyanis tovább folytatódik Stieler Tamás kezdeményezése, az Ovikert program. Dugd be az ujjad közé. Úgy, dugd be, és így fogd a kezedbe. Így. Mint ha hoznál egy labdát a haverodnak. Hétfőn reggel az Arany János tagovoda udvarán szorgos kezek dolgoztak azon, hogy nyár végére egészséges paradicsom és paprika kerülhessen az asztalra, a 10 órai és az uzsonna mellé. A folyamatokban az ötletgazda, Stieler Tamás volt a gyerekek segítségére, azonban akadtak olyan ovisok is, akiktől nem állt távol a kertészkedés. Segítek anyának, ha kell, leszedem, amit kell, és ültettem egy répát, aminek kibújt a levele, és Bence is ültetett, ő a testvérem. Az Ovikert program 2012-ben indult útjára, melyhez kezdetben 10, mostanra pedig már 30 intézmény csatlakozott. 5 éve csatlakoztunk az Ovikert programhoz, és nagyon lelkesek voltak a gyerekek, mi is nagyon megszerettük a programot. Ugye tudni kell, hogy itt a belváros közepében vagyunk, mondhatom azt, és ez a kis Ovikert, ez nagyon tetszett a gyerekeknek az első pillanattól kezdve. Nagyon aktívan részt vesznek, imádják, hogy a palántákat elültetjük, és július végén, augusztus elején már jönnek hozzák a kis kosaraikat, és szedegetjük a paradicsomot, paprikát, amit aztán közösen el is fogyasztunk. Az Ovikert program részeként legelőször 8 évvel ezelőtt ragadtak ásót és locsolót a gyerekek. Azóta pedig az egészséges életmódot és a háztáji növénytermesztés népszerűsítő kezdeményezés 2017-ben a Heves megyei értéktárba is bekerült. Alapvetően a programnak az a lényege, hogy a gyerekek a kertészkedésen keresztül tanulják meg, hogy tapasztalják meg, hogy milyen a friss zöldség és a gyümölcs, magyarán szóval, hogy az egészséges táplálkozás, ami nem az állandó diétáról szól, hanem arról, hogy a természettel együtt, a természet közeli életmódban mindig friss, zamatos, ízes zöldségek és gyümölcsök kerülnek az asztalra. Habár a járványhelyzet miatt pár hétig szünetelt a program, az óvodák megnyitását követően tovább folytatódhat. A következő hetekben közel 30 óvodába jutnak el a különböző zöldségmagok, illetve palánták, amiket közösen ültetnek el a gyerekekkel.